Én másfél éve vagyok házas. Május 21-én lesz 2 éve, hogy házasok vagyunk. 15 júniusában esküdtünk meg, úgyhogy az 8 év, pedig matekból nem bőtül erőst. Azt gondolom, hogy változott a házasság óta valami. Tehát az, hogy van egy kapocs köztetek, ami most már nem csak szóbeli, hanem nem azért, mert írásbeli lenne, hanem tényleg ti valamire megesküdtetek, és van egy cél előttetek, hogy ezt az életet együtt fogjátok leélni, és együtt építitek a közös életeteket. Szerintem ez egy fontos elhatározás, és ez is mondja mindig Bogi, a feleségem, hogy igen, ő annyira utálja azt, amikor erről beszélek, hogy etessek egy papír. Nem, ez nem egy papír, hanem végül is, amikor megünnepítik a szerelmeteket, és kijelöltek egy pontot az életet, hogy innentől kezdve nekünk közös lesz az életünk, és azon dolgozunk, hogy ez mindig is így legyen. Amikor összeházasodtunk, és amikor másnap felébredtem, akkor kérdeztem, hogy most mi történt? De amikor másnap felébredtünk, akkor én azt éreztem, amit akartam érezni, vagy amire mindig is gondoltam, hogy érezni fogom, az pedig a többlet. Tehát nekem az, hogy valakivel együtt élek, az egy bizonyos szintig tök jó, és szerintem maga az elhatározás, hogy akkor én nekem kell egy házastárs, ez benne szedem maga a többlet. Sokan szoktak egyébként így viccelődni ezzel, hogy jaj, most ugye nagyon megváltozott az élet, és az a vicces benne, hogy szerintem igen, mert valahogy lett egy súlya a dolognak. Komolyabbak lettünk így kapcsolatterén, meg tényleg amik idősek szoktak mondani, hogy a mi időnkben megbeszéltük a problémákat. Szerintem ez a házasságban is igaz. Az, hogy meg tudjuk beszélni a dolgokat, adunk még egy esélyt, ezáltal valahogy az egész házasság egy olyan komoly fogalom lesz, és egybe tart minket. Egyelőre rövid házasságom van, tehát összesen másfél év, tehát az, hogy mi a hosszú házasság titka, azt nem tudom, de rajta vagyok. Tehát rajta vagyok, mindig arra gondolok, hogy ha megsértődöm, ha rossz kedvem van, ha feszült vagyok, ha ideges vagyok, ha probléma jön, akkor alapvetően a nap végére ezt meg kell oldalom, és el kell engednem, mert ott a társam, aki bízom benne, hogy ugyanígy gondolkodik erről. Szerintem az mindent elmond a házasságunkról, hogy a lánykérés egy giroszos után volt. Szóval én nem akartam ennek ilyen nagy csilibilis estét szánni, hanem hogy olyan személyes. Elmentünk rollerezni, aztán meghívtam egy 1400 forintos giroszra, szóval azért nem apróztam el a történetet, és utána megkértem a kezét. És Dorinak ez tetszett, úgyhogy úgy voltam vele, hogyha ezen tényleg nevet, meg ez tényleg összeköt minket, akkor maradjunk együtt. Egyébként a hagyma is egy ilyen szerelmi pont tud lenni, hogy rám néz, hogy ehetek hagymát? Hogyha én is ehetek hagymát, akkor ehetsz. Jó, akkor eszünk hagymát, mennyire szeretlek.